Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Rivaldán innen újabb adása. Mai vendégem Harangi Attila, építész. Üdvözöllek a műsorban. Így szoktak bemutatni téged, hogy építész? Szervusz, igen. Hát ezzel úgy mindent lefedünk, amit tevékenykedek. Elég sok helyen hallani mostanában a nevedet, sok projektben benne vagy. Ezért is van a mai beszélgetés, illetve szerettem volna egy kicsit többet megtudni arról, hogy egy fiatal építész miért dönt úgy, hogy ő építész lesz. Esetleg családban volt, aki erre terelt téged, vagy te már kicsikorod óta tudtad, hogy építész szeretnél lenni. Hát nekem nem volt ilyen példa, vagy a családból, hanem így a rajzolás miatt már általános iskolában is rajzszakkörre jártam. Tehát így jött ez a képzőművészet szeretettel, meg művelés, és akkor ebből úgy adódott, hogy mentem az építőipari középiskolába, és onnan meg az egyetem. Igazából így. Nekem nagyon régi emlékeim vannak ezzel kapcsolatban, akkor még ilyen hatalmas nagy táblákon, papírlapokon, milliméter pontos dolgokat kellett kivitelezni. Ez mennyibe változott mostanában már ez? Mennyire került át a digitális létbe ez az alkotás? Hát már szinte teljesen, de én még éppen az, hát már mi időnkben is nyilván a Ricaddel meg számítógépen, de mi kifejezetten szerettünk még kézi rajzokat készíteni, meg a legtöbb tervezőt is kézzel készítettük. Tehát még úgy... Tehát neked megvan a régi és az új változat igen, is igen, most de hát már azt látom, hogy a mai kiposkezik az egyetemet, már ott szinte mindent számítógépen rajzolnak. Hogyha egy picit belemennénk abba, hogy az építészetnek melyik szaka érdekel téged, melyik szakága érdekel, akkor meg tudod azt határozni, hogy melyikkel szeretsz a leginkább foglalkozni? Hát az építészet az 50% műszaki tudomány és 50% művészet. Én így ezt vallom, és hát ugye, ahogy említettem, hogy én a rajzolás művészetek szempontjából közelítek, ez nekem így mindig ebbe az irányba billen. De nekem ez a feladat, hogy a műszaki vonalat is erősítsem. Egyébként dolgoztam építészirodában, ott műszaki rajzokat készítettem, a csomópontokat, tehát azt is igyekszem. Tehát az is közel áll hozzád? Hát igen. És hogyha visszaemlékszel egy picikét, mennyire volt nehéz a legelején, amikor még nagyon, hát valószínűleg olyan dolgokat is kellett tervezni, ami annyira nem áll közel a szívedhez, lelkedhez, gondolom statikailag biztos nem egy lánchiddal kezdtetek. Nehéz volt, egy épszergből 7 fél év, ott szépen megbuktunk, meg hát a statika tárgyak, de azért valahogy úgy mégis mindig megtaláltuk benne az érdekességet, meg hát szerettük csinálni, hogy összességében minden nehézség ellenére, úgyhogy ment szerencsére. Hogyha most az említett projektekről van szó, akkor muszáj hozzátegyük, hogy te debreceni születésű is vagy, tehát csúnya szóval, vagy nem csúnya szóval, de igazi civis vagy. Ugye a civis házak foglalkoztatnak téged eléggé, vagy legalábbis egy projekten belül az egyik barátoddal elég sokat dolgoztatok ezen. Mondanál néhány szót erről a projektről? Hát az egyetemen a diplomamunkámnak választottam a civis házak megőrzését, ugye itt mégis a szülővárosomban mit lehetne valami tervezési feladatot találni. Ez elég aktuális és nagy feladatot sikerült, így a civis házak, ezek a földszintes régi házak hogyan tudnak a fejlődő átalakuló városszövetben megmaradni. És hát ez 2018-ban elkészítettem a kataszterüket, hogy mennyi maradt, lefotóztam, azóta is fotózom őket, és abból kerekedett ki ez a rengeteg minden, a könyvünk, kiállítások. Hogyha egy picikét mesélnél arról, hogy mitől jellegzetes egy civis ház, vagy hogyha valaki nem tudja, hogy ez mit jelent, akkor hogy ez most akkor ugye nem Debrecent, de Debrecent is jelenti, tehát miről jellegzetes? Igen, tehát itt építészetileg két fő típust különböztetünk meg. Ugye vannak, amire a legtöbb van, a századfordulón épültek 120-150 év, vagy még régebben. Ilyen ezek a polgárházak, tehát ilyen zárt sorú beépítés az utca egyik szélétől a másik széléig,
milyen, ugye földszintesek ezek is, akkor nagy hatalmas belmagasság, díszes homlokzat, ezekből tudnánk így röviden meghatározni. A másik típus meg a népi lakóház, ezek a telek oldal határára így hosszan, és akkor ezeknek így, ami kifut az utcára, egy ilyen háromszög a lakóromzat. És akkor ezek viszont tényleg a legrégebbi, akár 200-300 éves, baréknyi még ebből is maradt így a városszövetbe. Hát ezek határozzák, és akkor ugye ez kapcsolódik a civil életform, ez a parasztpolgári élet, meg a városszövet, tehát rengeteg minden. Ugye az előzőre, tehát nem engedem el ezt a kérdést, ez mennyire csak Debrecenre jellemző ez a stílus? Hát ugye ez egy ilyen alföldi mezővárosok, tehát például pont ezt kutattam most egy ösztöndíjjal 3 évig, hogy más városokban, tehát Kecskeméten is éltek civisek ugyanúgy, de mondjuk kétség kívül Debrecenben alakult ki ez a legnagyobb ilyen összetartó civis közösség. Miatt valamiért mi lettünk így a civis város, meg a civisek, de egyébként ilyen van a több városban is. Most ebben nem szeretnék belemenni, csak ugye nagyon sokan, sok helyen teljesen pejoratívnak élik meg azt, hogy valaki, vagy egy az, hogy civis város, vagy a civisek, és ugye ez megcáfolja azt, hogy ez nem is csak ugye a debreceniekre, nem is csak a hajdúságiakra jellemző, hanem ez az ország más pontjain is föllelhető. Ebben a kutatásodban egyébként milyen városokat figyeltél meg, és mit jelent konkrétan egy ilyen projekt, egy ilyen kutatás, tehát hogy csak fotózást vagy felkeresést is? Hát ezt a Magyar Művészeti Akadémiának az ösztöndíjával még 6 városban voltam, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kecskemét, Szeged, Nyíregyháza és Hajdúböszörmény, és ez is abból állt, hogy ugyanúgy elmentem egy hétre az adott városba, ott is lefotóztam, megtapasztaltam a helyi építészetet, térképen ábrázoltam, és akkor még ebből majd most jön a nagy kutatás, hogy akkor összehasonlítani, összegyűjtöttem, hogy hány ilyen értékes ház maradt. Tehát itt is, ez a gyűjtő-kutató munka, ami leginkább hajt. Ezek külső fotózást jelentenek? Hát ez külső, igen. Ugye Debrecen esetében is, azt nem mondtam így, hogy tehát ezek lakóházak, itt ebben ez a különlegesség, hogy ugye egy-egy családnak a lakóházának épült, és sok esetben mai napig egy lakóház, tehát így az utca embere, így nem mehetünk be ilyen házakba. Ezzel volt nagyszerű dolog, hogy Viktorral bemehettünk. A Löki Viktorról van szó, ugye? Igen, Löki Viktorral. És hát nekem ez leginkább a homlokzatokra koncentrálok, amit az utcán le tudok fotózni, meg tudok örökíteni. Persze otthon van már ugye a technika, a Google térképen minden, hogy be lehet a telket is látni, de ugye a házba ritkán jut be az ember. Neked, mint építésznek, és ezeknek a házaknak a nagy tisztelője és szeretőjeként, mennyire rossz azt látni, hogyha például egy olyan épületet találsz, ami nagyon el van hanyagolva, vagy ne adj Isten, már tényleg lebontásra vár? Hát nagyon rossz. Ezért tevékenykedem, meg egyre többen dolgozunk ezen, hogy ez tényleg ilyen nagyon nagy érték, az identitásunk, meg építészet mindenféle szempontból, és hogy tehát ez nem feltétlenül állnának a fejlődés útjába, hanem hogy ez a feladat, hogy bemutassuk az értéket, és hogy segítsünk olyan funkciót, hasznosítást találni, hogy ez igenis megmaradhat, és az ékessége a városnak egy ilyen civis ház. Egy többszörösen összetett kérdésem lesz, majd próbál megkövetni, nekem néha nehéz. Az a helyzet, hogy említetted, hogy 100, 200, akár 300 évesek is lehetnek ezek az épületek. Ugye ezek, tehát ennyire régen azt hiszem, hogy az épületeket úgy építették föl, hogy az nagyon funkcionális legyen. Most, hogyha a mai értelembe vesszük az építészetet, akkor ugyanez a beosztás, vagy ugyanez a funkcionális építészet, ez mennyire jellemző még? Tehát, hogy csak hogy értsd, hogyha valakinek egy ilyen stílusú háza van, akkor valószínűleg vagy átalakította, vagy álmennyezetet alakított ki, tehát nem feltétlenül már az a használati mód, az a funkcionalitás, mint ami az említett 100, akár 200-300 évvel ezelőtt. Persze, ezt nagyon jól látod, tehát nyilván itt 300 év alatt rengeteg minden, ami megjelent a fürdőszoba, ha csak azt nézzük a századfordulón. Tehát, hogy a mai házakban is, hogyha valaki egy ilyen házat megvesz, akkor valakit rajta.
Nyilván, de ez ma már nem felel meg a mai komfortigényeknek egy ilyen kötött rendszerű alaprajzi elrendezés, de aki, tehát mégis annyira szeretik, aki egy ilyen házat választ, ő neki az így felülírja. Tehát a kompromisszumot megkötik, hogy igenis megéri nekik. Ugye a könyvünkben is több ilyen családot láttuk, hogy jó lett volna a gyereknek még egy szoba, jó lett volna lenne egy garázs, de cserébe annyira szeretnek ott élni egy ilyen kis palotába, egy kis gyönyörű kerttel, hogy ez megéri nekik. Mennyire jellemző, hogy például az említett álmennyezet az bekerül, tehát ugye hőenergetikailag az már egy elég hátrányos helyzet, minél magasabb a beltér manapság. Tehát mennyire jellemző, hogy az ilyen jellegű átalakításokba belemennek? Hát igen, ez ja, hát 3,5-4 méter, tehát nagyon nagy a belmagasság. Ez az álmennyezet, az mondhatni egy ilyen alap dolog, hogy azt szokták alkalmazni, vagy pedig akkor a galériát építenek, és akkor úgy kihasználják jobban a helyet. Ez egyébként funkcionalitás szempontjából ezt lehet tudni, hogy miért voltak ennyire magas belmagasságok annak idején? Az a polgári lakásoknál ez eléggé jellemző volt. Hát ez jó kérdés, az a, hát a reprezentáció akár, hogy mégis ott a civisek úgy megmutatni, hogy nekünk van egy ilyen belvárosi házunk, ugye mindig törekedtek egyre magasabbat, kicsit a szomszédnál magasabbat, tehát hogy... Tehát egyfajta ilyen rivalizálás hát jelleggel? Ugyanúgy, mint ma, tehát ez akkor is úgy működött. De, hát valahogy így ez volt ugye a standard, meg az építészet, vagy a kastélyok, vagy a középület, tehát ott azért iszonyú nagy belmagasságot megadták a módját, de szerintem talán leginkább az a reprezentáció. Hogyha most erről a projektről beszélünk, hogy a Löki Viktorral hogyan találhatok egymásra? Vagy már régebbi a barátság? Illetve milyen lett itt a munka megosztás a projekten belül? Én építészként fotózom a házakat, tehát én nem, sajnos így fotózni annyira, tehát nem tudok így. Ezért, tehát Viktornak már akkor futott bőven a Streets of Debrecen projektje a Facebookon is, és ott követtem, és ugye 2019-ben találkoztunk, pont egy ilyen fotós tartott előadást a Batthyány utca 24 házban, és akkor ott Szoboszlai Lilla mutatott be minket így egymásnak, hogy akkor kérte meg Viktort, hogy segítsen így technikailag, hogy a kis szűk utcákban hogyan lehetne így pont szemből lefotózni a házakat, mert ugye ez a mániám, hogy így meglegyen tökéletesen örökítve, és akkor Viktor azonnal készséggel segített, elmentünk fotózni, és hát onnantól meg így többi már történelem a könyv, meg minden. Mesélj azért egy két mondatot erről a könyvről is, hogyha valaki nem tudna, hogy konkrétan miről van szó. Igen, ez tavaly jelent meg a Debreceni Civis Házak és Lakóik Nyomában című könyvünk. Ez a Viktorral közös projektből kerekedett ki, hogy 21 házat mutattunk be, 21 házba sikerült bejutni, lefotózni, azért nagyon nagyszerű számomra, mert hogy én építészetileg, amit így fel tudok tárni, az hozzájött Viktor által a lakókkal készített interjú, maga a lakó mesélték el a történetüket, beengedtek a saját lakásukba, házukba, és ez emiatt az én úgymond száraz építészeti dolgaim, az ilyen sokkal életteltelibbek, meg emberközelibbek lettek. Bocsáss meg, ez neked a te munkásságodhoz, a te kis lelki világodhoz, ahhoz a szeretethez, amit te a civis házak iránt érzel, ez adott hozzá? Vagy gondolkodtál egyáltalán azelőtt, hogy ezt így egy picikét kitágítsd? Tehát, hogy ne ugye csak egy homlokzati, vagy egy külső fényképet csinálj egy épületről? Hát én magamtól biztosan nem, meg ezért pont nagyon Viktorral nagyon jól kiegészítjük egymást, mert én nem nagyon zárt vagyok, vagy zárkózott, és tehát én magamtól nem mertem volna így becsengetni, meg ennyire, hogy megnyíljanak az emberek. Úgyhogy mindenképpen kellett hozzá Viktor. Tehát mindenképpen adott hozzá ahhoz, amit persze, te persze, tudtál, persze. És tehát amit én, te... Én magamtól ezt nem tudtam volna, ezt a könyvet így. Értem. És lesz ennek folytatása ilyen szempontból, vagy ugye itt inkább debreceni épületek vannak feltüntetve, és ahogy említetted, 6 igen, településen igen. Is kutattál már hasonló stílusú épületeket.
várhatunk-e folytatást? Hát igen, így zajlik többféle projekt párhuzamosan, az a másik városokat is, azt majd így építészetileg, de Viktorral folytatjuk ugyanígy. Kiegészültünk Víg Levente fotóssal, és most így hárman, illetve más kutatókat is próbálunk bevonni, most már ilyen szerzői kollektívával, tehát ugyanezt a koncepciót visszük tovább, hogy ahogy bemutattuk 21 házat, most azóta újabbak. Tehát a könyv hatására is, meg azóta annyi kapcsolat kiépült, hogy mondhatni meghívásokat is kapunk. Tehát úgymond akkor ezzel kapcsolatban teljesen előrelépés, mert megnyíltak ajtók, új perspektívák is. Igen. És akkor hasonló projekteken is még gondolkodtok. Igen, igen, hát ezt szeretnénk mindenképpen. Tényleg ebbe a könyvbe annyit beletettünk, azért ez vagy 2-3 év volt a kutatás, tehát ott kitapostuk az utakat, mert így a nulláról úgymond, a levéltárba is, hogy hova kell nyúlni, hogy kell kutatni. Hát ezeken most megvan ez a tapasztalat, tehát így most már sokkal hatékonyabban tudunk, és ezt jó lenne kihasználni, és folytatjuk. Hogyha egy picikét visszakanyarodunk, tehát próbálom belőni azt, hogy a te életedben a civis ház az mennyire van jelen. Tehát hogy lehet-e az, hogy 10-20-30 év múlva a második keresztneved az, tehát Harangi Civis Házad Attila lesz. Tehát hogy ennyire jellemző, vagy lehet, hogy ez most egy ilyen időszak, mondjuk azt, hogy 2-3 év múlva, elnézést a kifejezésért, kifut majd ez a projekt, vagy ez a szeretet, ez az érdeklődés a stílus iránt, és majd nem tudom, elkezdesz majd egy másik épület stílus után, soha nem lehet tudni. Hát most 5 éve napi szinten mondhatom azt, hogy benne vagyok ebbe a civis ház. Civis ház valaksz? Nem, sajnos nem, nekem ez nem adatott meg, hogy tehát mindig be kell tekernem a belvárosba, hogy a szeretett házakat lássam. Szóval, tehát hogy régóta tart meg, igazából ez ilyen soha véget nem érő folyamat. Ugye mindig változnak, mai napig rácsodálkozok, annyi sok mindent felfedezünk, hogy szerintem ez bőven kitart. Ha nekem is lesz elég kitartásom, meg bírom még ezt csinálni, akkor ez hosszú távú dolog. Akkor marad a civis ház, és nem lesz Harangi Bauhaus Attila. Hát lehet közben más, hát most is például kereskedőházakat is, mert egyébként tehát nyilván erre vittem a fókuszt, mert ez egy feltáratlan terület volt a közügy, közvélemény előtt, de ugyanúgy a történeti, modern, kortárs épületeket is szeretem, kutatom, tehát nem vagyok így belekockulva csak a civisházakba, tehát sok minden érdekel. Picikét, hogyha visszatérünk, megint csak ne haragudj, ez a funkcionalitás, ez nekem nagyon beragadt, illetve az, hogy stílusilag ez egy nagyon közkedvelt és elterjedt építészeti stílus volt. Lehetséges az, hogy egy picikét modernebb változatban, vagy picikét statikailag felújított gondolkodásba, funkcionalitás szempontjából átgondolt, hogy is mondjam, a mai kornak kicsit jobban megfelelő stílusban újra elkezdjenek ilyen épületeket építeni? Hol kezdődött a kérdés, ugye? Nem, értettem, meg jól látod, hogy ez lenne igazából a cél, mert tehát nagyon sok ház, azért azt látni kell, hogy hát mondjuk a kétharmada az hát fejlesztés, felújításra szorult, tehát oda valóban annyira leromlottak, hogy egy újnak kellene átvenni a helyét, és pont sokszor ez a probléma, nem csak az, hogy eltűnik egy régi ház, hanem hogy mit építenek a helyére. És hogy ezt is szeretnénk, meg hát építészként nekem ez különösen fontos feladatom, hogy ebbe az irányba menjenek a dolgok, hogy egy illeszkedő, tehát ez a, hát most nevezzük kortárs civis építészetnek, hogy egy ilyen dolgok, de erre is szerencsére egyre több példa van. És egyébként én annak így, tehát én aztnak vagyok a híve, hogy ami van régi érték, azt úgy őrizzük meg, de hogy ilyen másolatokat, vagy ilyen arraizáló dolgokat, azt úgy annyira nem tartom szerencsésnek, hanem akkor inkább ennek egy ilyen absztrakt újragondolását, tehát én ezt az irányt képviselem, de sok építés sokféleképpen látja, én ezt így
Látom. Menjünk most szembe mindenkivel, jó? Hogyha Debrecenről van szó, akkor Debrecen főépítésze mennyire nyitott arra, hogy ez a stílusjegy megmaradjon? Mennyire, és akkor a következő kérdés az az, hogy ezek az épületek mennyire vannak védettség alatt, illetve mennyire lehet őket védettség alá tenni? Igen, Gábor István főépítésszel szerencsére nagyon konstruktív kapcsolat van, egy együttműködés, évek óta ilyen városvédős vonalon által is. Tehát kifejezetten egy városvédő építésznek tartom, és nyilván azt azért látni kell, hogy ez egy hivatali szerepet tölt be, neki is nagyon kötöttek a lehetőségei, de hát próbál ő is így általunk, mi is így erősíteni ezt, hogy minél több házat meg lehessen őrizni. És akkor ehhez jön a védettség kérdés. Van a műemlékek, az egy országos védettséget jelent, abból viszonylag kevés van Debrecenben. Van több helyi védett épület, de most ez volt a nagy projektünk, nagy munkánk a Városvédő Egyesülettel, hogy hát a belváros teljes komplex vizsgálatával 250 épületet javasoltunk, vagy gyűjtöttünk össze a főépítészirodának, amit védettség alá lehetne helyezni, és akkor ebből 50-et, a legfontosabbat, amit úgy határoztunk, azt most le is védik. Ha minden igaz, most ez a folyamat elindult, ez polgármester úr többször nyilatkozott róla, szóval most ezt várjuk nagyon, és ez szerintem óriási dolog lesz. Mert itt most ezt úgy készítettük el, ezt az 50-es listát, hogy ugye utcaképekben gondolkozunk, tehát sok esetben zárványként maradtak meg egy-egy ilyen értékes ház, de még van 4-6 házból egy-egy utcakép, és akkor most ott kiegészítettük, hogy ahol még hogy csak 4 volt védett, és 2 hiányzott, akkor az most így le lesz védve. Értem. Hogyha az elmúlt évek munkásságodat vesszük figyelembe, ugye, ahogy te is mondtad, ez egy picikét olyan magának való munka. Az ember fotózgat, magának gyűjti a dolgokat, ez ugye megváltozott a könyv megjelenése után, sőt, ugye nem is annyira régen, te egy díjat is kaptál, ugye nem csak a könyvről van szó, hanem a munkásságod miatt. Ha erről a Podmaniszki díjról mondanál néhány szót, illetve hogy miért is kapják ezt az emberek? Igen, ezt most júliusban kaptam ilyen Podmaniszki díjat. Én 2017 végén csatlakoztam a Debreceni Városvédő Szépítő Egyesülettel, azóta is aktív tagjuk vagyok, hiszen látva, hogy lehetne megőrizni a házakat, tehát akkor az első út, ami így hozzájuk vezetett. És így ez a velük folytatott 5 éves munka elismeréseként a Rádai Mihály Város és Faluvédők Országos Szövetsége, tehát ez egy országos díj elismerést idén most én kaphattam meg. Ezt egyébként körülbelül 10 szokták most is, 10 kapták az ország különböző településeiről szakemberek. Tehát nyilván nem ezért kezdted el az egészet, de biztos vagyok benne, hogy azért ez egy komoly elismerés és egy jó dolog, hogyha az ember visszatekint, hogy mennyit dolgozott egy-egy projekten. Hát igen, itt ezt azért is különösen motiváló, mert hát ez nem csak egy elismerés, hanem én ezt egy ilyen szolgálatként fogom fel, hogyha már kaptam egy ilyet, akkor ezt hát igenis, ez egy felhatalmazás, hogy folytassam még jó sokáig, mert hogy az ilyen díjakat így életművek után szokták adni. Most tény, hogy azért én is az elmúlt 5 évben eléggé benne voltam itt a sűrűjébe. És így, drága Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én nagyon sok energiát és kitartást kívánok még a civis házakhoz, meg az összes olyan projekthez, amiben belekezdesz. Óvd és véd tovább is az épületeinket, házainkat. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is. Viszontlátásra.